Köszöntök mindenkit, a képviselőtestület tagjai, vendégeinket. A mai képviselőtestület ülésünk anyaga kiment. Én még szeretnék, hogy a napirendi pontot, amit egyébként egy pár előterjesztést megjelölni. Megállítani a képviselőtestület 6 fővel jelen van, hogy határozatképes. A mai képviselőtestület ülésünk jegyzőkönyv hitelesítőinek Horváth Mátyás képviselőtársának kérdőt fogadjuk el először. A kezéket kérdezem. Köszönöm, megálltuk önnek a testület, meg érintett a elfogadni jegyzőkönyv testület személyét. És akkor a kiküldött napirendi pontokból egy technikai okok miatt a 10-es és a, illetve a 9-es, 10-es és a 11-es pont elmaradt, tekintett a Narodjai Egyzőnél betegedett, és ez az ő feladatának az előkészítése. Valamint azt is szeretném ezzel kapcsolatban bejelenteni, hogy a Pest megyei kormányhivatal előzési főosztályába konzultáltam, és tekintett a Narodjai egy egyedi esetről van szó, tehát nem azt, hogy valamit betegsége ástanak, így egy ilyen rövid idejű remélhetőnek tárgyalatról van szó, tehát a kormányi törvény és a mi SMS-ről sem tudta, hogy jegyzőkön, illetve jegyző nélkül megtartsuk a testület ülést. A törvényességi felügyeletet a jegyzőkönyv áttekintésével fogja gyakorolni, a jegyző a állásfoglalás alapján. Jó, és akkor én a tehát még a, viszont a kiküldött napirendi pontokból ugye mondtam, hogy hármat, az utolsó hármat szeretném, ha levennénk, viszont 9-nek a Dózerép Kft-vel, ugye a felszínű csapadékhoz elvezetést készítette itt a településünkön, és az ezzel kapcsolatos ködbér kapcsán szeretném, hogyha határoznák, tehát ez lenne a 9-dik, és akkor lenne az egyedek. Jó, megkérdezem, hogy valakinek van egy napirendmódosító javaslata. Jó, amennyiben nincs, akkor ezeket a napirendmódosítót kérem készülésre fogadjuk el. Egyetért jelezek, köszönöm. És nekem még lenne egy javaslatom, hogy a nyitülések végén, ha végeztünk az egyebekkel is, és akkor az átülés keretében szeretnék mert a személyi ügyet érint a konyhával kapcsolatban is. Jó, akkor ezt el tudja fogadni, kérem a készülésérhez. Jó, köszönöm. Ki fogadja? Egy, kettő, három, négy. Ki nem fogadja? Kettő. Jó. Akkor 4-2 rendben elfogadta a képviselőtestület. Jó, akkor külön tisztelettel köszöntöm Polányos György urat, aki bizonyára minden